Megkezdődött a birkafőző fesztivál itt Karcagon, és a templomkertben délután 2 órától a Bengecsek Alapítvány Jusszárnyék népi játszótér, illetve Kádár Ferkó fotószínháza és Paprika Jancsi csúszlizdája várja a gyermekeket egész délután, este 8 óráig. Itt a borudvarban az előbb lépett színpadra a Vörös Rózsa tánccsoport, és hamarosan színpadra fog lépni a Walk the Line, illetve este 9:30-tól a Z-Klub zenekar fogja szórakoztatni az ide látogatókat. A rockudvarban 6 órától a Dying Wish, majd az Alkohol és a Judas Priest várja az érdeklődőket, és este 8 órakor pedig a 4th Street élő nagykoncertjét tekinthetik meg az érdeklődők, majd a nagykoncertet követően az Aktív Rádió lemezlovasai, a Klubmánia várja a szórakozni vágyókat a mai nap folyamán. Mi vagyunk a 4S zenekar, és 2018-ban alakultunk, és nagyon örülünk, hogy itt lehetünk ma este. Igazából van egy stabil műsorunk, amit a nyár elejétől fogva már próbálunk több helyre elvinni, úgyhogy a szokásos. Nagyon-nagyon jó dalok, és reméljük, hogy nagyon jó buli. A dalainknak elég több értelemben mély érzelmi töltete van. Szerintem mindenkire rábízzuk, hogy kapja meg mindenki saját magában a dalokban, meg a saját pozícióját, saját érzelmi hovatartozását. Nem receptek után íródnak a dalok, hanem mindig elmondom, hogy Csabi szokta elmondani a legszebben azt, hogy pillanatokból inspirálódunk, olyan történetekből, amik velük megtörténtek, vagy a nagyon közeli környezetünkben levő barátainkkal, családtagjainkkal. Úgyhogy szerintem igazából egyszerűen ez a hitelesség, meg az őszintesség az, ami tükrözi azt, amit mi játszunk. Hát maga az egész projekt örömzenélés céljából kezdődött, viszont igen, elejétől fogva már voltak céljaink, tudtuk, hogy hova szeretnénk eljutni, és nem tudtuk, hogy hogyan, mi csak zenélni szerettünk és dalokat írni, úgyhogy szerintem igazából a cél az, hogy az embereket, akik szeretnek minket, azokat kiszolgáljuk, hogy örömet okozzunk nekik a dalainkat. Nagyon örülünk, hogy a magyar köztudatba belekerült a zenekarunk, és több ember ismeri, mint az elején. Az idén készülünk egy pár nevezetesebb fesztiválra, otthon Erdélyben és itt kint Magyarországon is. Augusztus 4-én a Kobuciban játszunk, egy önálló koncertet adunk is, és igazából jelentkezünk még infók. A pár dal, új dalt fogunk kiadni az idén. Nagyon sok koncert. Szeretettel várunk mindenkit, mindenhol.